Pécsen tartottak energiafórumot az önkormányzati vezetőknek a Baranya megyei önkormányzat dísztermében. A polgármestereket energetikai tanácsadással és takarékosságot segítő jó gyakorlatok megosztásával szeretnénk segíteni a mostani nehéz időkben, mondta az elnök köszöntőjében. Őri László hangsúlyozta, hogy a februárban kirobbant orosz-ukrán háború miatt számos szankciót vezetett be az Európai Unió. Hozzátette, bár az ígéretek szerint ezek a szabályozások nem érinthették volna az energiaárakat, ez mégis megtörtént. Jól láthatjuk, hogy eltelt fél év, Oroszország tulajdonképpen nem roppant meg azt az energiahordozót, amelyet nem vett meg Európa, eladta Kína, India, illetve a keleti világ számára. Azonban a szankciók az energiaárakat az egekbe emelték, amelytől jól láthatóan szenved egész Európa, benne mi is. Nem véletlen, hogy arról beszélünk, hogy nem önmagában a háború, hanem a háborúra adott és a korábbi ígéretekkel szemben az energiára is kiterjesztett szankciós politika nyáron lökte az egekbe az árakat. A megyei önkormányzat energiapont vezetője előadásában elmondta, hogy Baranya településeinek többsége az áram és a gáz árának növekedésében látja a legnagyobb kockázatot. A felmérésnek köszönhetően az is kiderült, hogy a városok és falvak 90%-a nem, vagy csak részben tudja követni a kormány azon rendeleteit, melyek az energiatakarékosságra ösztönzés jegyében jelentek meg. Az önkormányzatok 87%-a pedig számít valamilyen kompenzációra a kormánytól.